Lehetőségek vannak, csak nehéz őket elérni. Két csoportra lehet osztani, az egyik az, hogy a nyugat felé próbálkozom, más pedig, hogy a kelet felé. Az NBA-ből átmennél a Premier Ligával. Talán az elkönközel, meg az instrumentális zene az, amivel lehet. Én azt gondolom, viszont nagyon nehéz. A PR ügynökség nagyon fontos. Most már vannak olyan magyar PR-os emberek is, akiknek megvannak a kapcsolatai különféle szervezőirodákhoz, blogokhoz, újságokhoz. Abból viszont könnyebb a helyzet mondjuk most, mint régebben, hogy van egy olyan közösségi médiánk, meg közösségi felületünk, amin keresztül gyakorlatilag egy lépésben el tudod érni szinte a világ összes emberét. Hiába mondja bárki, hogy ugye internet volt egy hatalmas boom, amikor jött a Facebook vagy a MySpace pár évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy ezt igazából nem tudta ki aztán egyik magyar zenekar sem, vagy zenész sem. Próbáltunk így saját lábra állni így a nemzetközi szintéren is. Ha kiköltöző és kint nyomod és kitartó vagy és feladsz mindent, akkor el lehet érni szerintem valamit, de erre még igazán úgy nem volt példa. Avval kezdődik, hogy össze kell állítani egy viszonylag jó PR anyagot magadról. Tehát a miénk úgy néz ki, hogy vannak benne koncertképek, backstage képek, promóképek, zene és ugye a bio. Ez nagyon érdemes kelet felé gondolkodni és kelet felé próbálkozni, és azért is könnyebb, mert nagyon kevés booking, tehát ilyen szervezőiroda van, és hogyha jó vagy, megmutatod magad, akkor ők nyitottabbak. Nekem főleg a magyar lakta külföldi területek a kedvesek, oda jó lenne frekventáltabban eljutni. Fiatalabb korban mész ki, és válasz be mindent, ami ebben jár, akkor úgy szerintem könnyebb. Legelőször, amikor elkezdtük, akkor szóba se jött a magyar, hanem azonnal angol, mert ugye mi úgy gondoljuk, és még mindig úgy gondoljuk, hogy a rock and roll nyelve az angol. A rock and roll nyelve az angol. Angol az, hogy bármilyen a**ságot leírod, tök jól fog szólni. Igen, meg nem érdekes senkit igazából, hogy mit jelent, még külföldön sem. Valaki azt mondta, hogy olyan a külföldieknek egy kicsit a magyar nyelv, mint hogyha a sátán énekel. Nyilvánvalóan könnyebben közel kerülnek egy magyar szöveghez a magyarok, mint egy angolhoz. Ha tudsz magyarul írni, akkor megvan a magyarnak az a varázsa, hogy egyből megérünk. Mostani média törvényben ez nem annyira támogatott, tehát hogy azt mondja ki a legutóbbi törvénymódosítás, hogy az a magyar zenekar, aki magyar nyelven vagy valamilyen kisebbség nyelvén szólal meg, és ebből a szempontból mi külföldi zenekar vagyunk, de ez egyáltalán nem zavar minket.